A kiárási korlátozással kapcsolatos rendőrségi feladatokat továbbra is fenntartjuk. Ellenőrizzük a közterületeken azokat a csoportokat, akik a nyilvános helyeken, illetve a közterületeken megjelennek, valamint az időkorlát betartását, amelyet a kormány rendelet határoz meg a magatartási szabályoknak a betartása érdekében. Azt tapasztaljuk, hogy a csoportok jelentős részének a rendőri felvilágosítást követően a magatartása ö, együttműködővé válik, de sajnálatos módon tapasztaltunk olyan jellegű emberi magatartást is, ahol a rendőri felszólításra a szabálysértés továbbfolytatását nem kívánta abba hagyni. Az intézkedés alá vont személy, vele szemben szabálysértési szankciót kellett alkalmaznunk. A kiárási korlátozás bevezetése óta 1128 rendőri intézkedést folytattunk, amelynek a jelentős része a figyelmeztetése kategóriájába tartozik, ebből 956 ilyen figyelmeztetést tettünk. 49 fővel szemben kellett helyszínbírságot alkalmaznunk, illetve 123 fővel szemben tettünk szabálysértési feljelentést. Továbbra is kérjük a magyar lakosságot, hogy a kiárási korlátozással kapcsolatos magatartási szabályokat tartsák be.